74 agymosás hadasot, 1993. március 17. A két oldal igényeivel szemben a munkáspárti parlamenti képviselő, Burg és az oktatásügyi minisztérium közti vitában, hadasot, március 11. Nem arról van szó, hogy hogyan oktassák a judaizmust, hanem az agymosási lehetőségekről. Egyik oldal sem kívánja, hogy a múlt, vagy a jelen cionizmusát az iskolákban oktassák. Hadd mutassak be két példát. A múl generációkban a zsidók jelentős részét reformálták meggyőzéssel, de erről nem szólnak a tantervben. Vagy egy másik példa. Fogják-e valaha is tanítani iskoláinkban, hogy a spanyol idők 1000-1200 legnagyobb héber költői mindkét nem iránt érdeklődtek, és azok a csodálatos szerelmi költemények, amelyeket írtak, mind férfi, mind női szeretőiknek szólnak. Emlékezzünk Jehuda Halevi két csodálatos költeményére, ahogy ruháit levette, nem volt meztelen, mert szépség, méltóság és báj vette most képét körül. Fogják-e ezt iskoláinkban valaha is tanítani függetlenül attól, hogy milyen izgatottak lesznek a tanulók a tanulás közben? 75. Kinek hozhatnak az állami földek hasznot? Harez, 1993. március 26. Kár, hogy merom benvenisti, tények és negatív következmények, Harez, március 18. nem említi a legfontosabb és leggondosabban elrejtett tényt, amely véleményem szerint az izraeli politika alapvető pontja a megszállott területeken. A települések és az állami földek a megszállott területeken nyíltan csak zsidók számára vannak fönntartva. Azok, akik ahogy az Omet párt a diszkriminációt azzal mentegetik, hogy a hat kötelezettségbeli különbségekre utalnak, jobb lenne, ha arra emlékeznének vissza, hogy egy drúz, aki a hadseregben szolgált, és esetleg a megszállott területeken való szolgálat közben kapott magas rangot, az sem élhet egy ilyen településen és nem húzhat hasznot az állami területekből. Egy öreg zsidónak viszont, aki tegnap vándorol be Brooklynból, soha nem szolgált az izraeli hadseregben és soha sem fogott szolgálni, esetleg azt is elutasítja, hogy fölvegye az izraeli állampolgárságot, joga van mindenre. A megszállott területeken való letelepülésre, és az azzal járó pénzbeli támogatást a judaizmusra áttértek megkapják függetlenül attól, hogy Perúból jönnek, vagy az India és Burma közti határterületről. Palesztínok, beleértve azokat, akik az izraeli hadseregben szolgáltak, vagy nem zsidók, nem jogosultak erre. Nyugat-Jordánia 70%-a és a sűrűn lakott Gáza övezet 30%-a időközben hivatalosan nem zsidó mentes lett. Más szavakkal apartheid rendszert rendeztünk be. Sok vonásában undorítóbb annál, ami valaha is Dél-Afrikában volt. A települések mindent elmondanak a rendszerről. 76. Mint az egyiptomi vallási fanatikusok Harez, 1993. május 14. Izrael Harel, a nyugat-jordániai vallásos telepesek egyik vezetője azt mondta, Harez, május 7, hogy a zsidó föld alatti mozgalom néven ismert csoport tette egy bosszú az arabok ellen és támogatása a kormánynak. Emlékezzünk vissza arra, hogy tetteikhez, melyek miatt a törvényszék elítélte őket, egy zsámi lerombolása a templom hegyén is hozzátartozott, és a rabbuszok alá tett szabbatra beállított bombákkal akarták azokat szabbat kezdetekor fölrobbantani. Akkor, 1984-ben az ilyen buszokat sok zsidó, idegen turisták, de mindkét nembeli és mindenkorú arabok is használtak. Csak az nem volt valószínű, hogy vallásos zsidók használják ezeket a buszokat a robbanás tervezett időpontjában. A külföldi turisták ellen tervezett gyilkosság határozottan emlékeztet az egyiptomi vallási fanatikusok által elkövetett merényletekre turisták ellen. A vallásos telepesek sohasem ítélték el igazán az ilyen hőstetteket, és Harel még mindig segítségnek tekinti azokat a kormány számára. Ez jó alkalom, hogy mindenkit,
akit illet emlékeztessünk arra, hogy az ilyen kísérletek, amelyeket néhányan nem akarnak elítélni, nem csak nem zsidók, mint arabok ellen irányulnak, nem vallásos zsidók ellen is, akiket a tettesek szintén büntetlenül megölhető alacsonyabb rendű embereknek tekintenek. 77. Khomeini állam Jerusalaim, 1994. március 11. Yohai Hakak jelenti március 4-én, hogy a Kiryat Arbai rabbi, Dovlior, Kiryat Arba hezderjesi vatermében elismerő beszédet tartott a gyilkos Goldsteinra, amelyben azt mondta, hogy bármit is tett Goldstein, azt az ég érdekében tette. Ez azt jelenti, hogy Kiryat Arba rabbi a náci, aki olyan véleményeket ad ki magából, amelyek Adolf Hitleréitől semmiben sem különböznek. Hitler is a látnoki képességet használta utálatos ideológiájának igazolására. Gondoljunk erre a hasonlatosságra, amikor legközelebb a németországi neonácik ellen tüntetünk. Véleményem szerint a neonáciknak joguk van undok hitüket terjeszteni. Más dolog viszont zsidó neonácikat azokkal az adókkal támogatni, amelyeket én fizetek polgárként. Lior rabbi a kormánytól kapja fizetését és a Hezder Yeshiva az izraeli hadsereg része. Mellékesen a merezál szenteknek semmi kifogásuk sincs ez ellen, hogy ne zavarja a béke folyamatot. Ezért fontos Izraelben a vallás és az állam szétválasztása. Még fontosabb, mint a megszállt területek elfoglalása. Az álszentek, akik meghajolnak a rabbik előtt a béke folyamat miatt, meg kellene, hogy értsék, hogy ez nem az az út, amelyen a békét elérjük. Ha egyáltalán valami, akkor ez csak annak az útja, hogy Izrael átváltozását egy Khomeini államba fölgyorsítsuk. 78. Az izraeli zsidók hallgatása Haaretz könyv melléklet, 1994. március 16. A melléklet kiadója, Michael Handelsalz, megkísérli kiadásában, Haaretz könyv melléklet, február 16. Az izraeli zsidó nyilvánosság hallgatását Salman Rushdie üldözésével kapcsolatban azzal magyarázni, hogy az izraeli zsidóknak látszólag fontosabb problémáik vannak. Múlt héten az egész héber sajtó ezekkel a fontosabb problémákkal foglalkozott, ugyanis azzal, hogy a francia hadsereg egy magas rangú tisztjét kirúgták, miután egy történelmi cikket írt és amelyben Dreyfus ártatlanságában kételkedett. Fontos és jogos továbbra is azt állítani, hogy Dreyfus tényleg ártatlan volt. Nem tudom azonban elképzelni, hogy Handelsalz azt mondaná, hogy a franciáknak vagy a zsidóknak fontosabb problémái vannak, mint ez. Azt is gondolom, hogy a kiabálás Dreyfus esetében és a hallgatás Rushdie esetében a zsidó sovinizmus egy visszataszító változatát mutatja. Ennek két furcsa következménye van. Az első az, hogy Dreyfus nem a bizonyítékok miatt, hanem azért ártatlan, mert zsidó, és a zsidóknak mindig igazuk van. A második az, hogy a Salman Rushdie iránti érdeklődés hiányának az a magyarázata, hogy zsidók nem akarnak egy nem zsidót védeni. A végkövetkeztetés ebből az ellentétből nekem világosnak tűnik. Izraelnek nincs írója, aki Emile Zola erkölcsi nagyságával bírna, sem politikusa, aki Clemenceau nagyságrendű lenne. Clemenceau mondta körülbelül 100 éve, hogy az igazságosság fontosabb Franciaországnak, mint a hadsereg becsülete. Egyetlen Knesset tagot sem tudok elképzelni, aki ugyanazt mondaná az izraeli hadseregről, amit Clemenceau mondott a franciáról. Handelsalz tényleg megvédte Rushdie cikkében. Sajnálatos, hogy ezzel egy időben lehetősége volt arra, hogy igazolja az izraeli zsidókat, akik szinte az utolsó emberig lelkiismeretesen figyelmen kívül hagyták azt az aljasságot, amivel Rushdiból áldozatot csináltak. 79. Az apartheid rendszer négy fő ismertetőjele Haaretz, 1994. április 1. Nem kételkedhetünk abban, hogy a Dan Rubinstein március 16-án írt cikkében leírt tények pontosak. Cikkéből csak az apartheidnek mint elvnek a leírása hiányzik, amely szerint az izraeli megszálló rendszer az megszállt területeken működik.
Ez az elv erősen különbözik attól, amelyet a többi megszálló és gyarmatosító rendszerek alkalmaznak. Ez garantálja a győzteseknek azt is, hogy az izraeli megszálló hadsereg nem tehet mást, mint azt, hogy a telepeseknek szolgáljon. Az izraeli megszálló rendszernek 4 fő jellemzője van. Először is a törvények nem egy bizonyos területre érvényesek, hanem attól függenek, hogy ki alkalmazza őket. Izraeliekre, akik a megszállt területeken laknak, vagy azokat akár csak meglátogatják, egészen más törvények vonatkoznak, mint az ott élő palesztínokra. Ezzel ellentétben azokra a brit állampolgárokra, akik Indiában éltek, vagy Indiát meglátogatták, ugyanazok a törvények vonatkoztak, mint az indiaiakra, amikor Britannia ott uralkodott. Kinyilatkoztatják, hogy a megszállt területeken az összes állami terület zsidó települések céljára van fönntartva, függetlenül a potenciális telepes állampolgárságától. Ennek a területnek semmelyik részén sem települhetnek le palesztínok, függetlenül attól, hogy a megszállott területen laknak, hogy külföldi száműzetésben vannak, izraeli állampolgárok, vagy az izraeli hadseregben szolgáltak. A megszállott területeken lakó palesztínoknak tilos a nekik jutó vízmennyiségen kívül vizet használni, kutakból, vagy más forrásokból sem, amelynek mennyiségét 1967. szeptemberében állapították meg. Ezzel szemben a megszállt területeken lakó zsidók szinte annyi vizet használhatnak föl, amennyit csak akarnak. Minden zsidó beléphet a megszállott területekre, saját óhaja szerint letelepedhet ott, kivéve néhány ritka esetet, amikor biztonsági szabályok mást írnak elő. Palesztínoknak nincs meg ez a joguk. Izrael állam nem hajlandó a családegyesítés elvének elismerésére sem, de ezzel ellentétben fölhasználta ezt az elvet arra, hogy szovjet zsidókat hozzon Izraelbe. 80 Gabison professzor tévedt Sisi, 1994. április 1. Sajnálom, hogy Ruth Gabison professzor, akinek nézeteit általában tisztelem, olyan nyilatkozatot tett, Sisi, március 18, amelyet féligasságnak tekintek, ami rosszabb, mint egy hazugság. Azt írta, hogy Izrael állam területén alapvetően minden embernek joga van a szabad költözésre és letelepülésre, néhány törvénytől eltekintve. Izrael állam területének legkevesebb 92%-a állami terület, amelyet az izraeli területi törvény szerint a Jewish National Fund kezel. Ezek az előírások nem csak az izraeli állampolgárságú arabok letelepedését tiltják meg, hanem minden nem zsidóit. A tilalom áll a drúzokra is, akik Izraelben hadkötelesek, a beduinokra és más arabokra, akik a hadseregben önkéntesként szolgálhatnak. Ugyanez a tilalom vonatkozik minden külföldire. Valamilyen külföldi ország nem zsidó polgárainak, szemben annak az országnak a zsidó polgáraival, nincs joguk arra, hogy ezekre a földekre települjön. A holokausztól megmenekült nem zsidóknak sincs joguk a zsidó állami földeken letelepedni. Izrael államban nem zsidók csak a terület azon 8%-án telepedhetnek le, amely magántulajdonban van. Szeretném a jeruzsálemi helyzetet bemutatni példaként. Jeruzsálem óvárosának zsidó negyedében, amelyben az állami a földtulajdona, megtagadták a letelepedés jogát egy korábbi ott lakótól, Mohammed Burkantól, és egy svéd akadémikustól is, aki ott egy zsidó tulajdonostól akart lakást bérelni. Ezzel ellentétben Jeruzsálem moszlém negyedében, Szilvan faluban és a város más részein a zsidók letelepedése nem csak megengedett, hanem az állam támogatja azt.